Kiemelkedő eseménye volt a tatabányai bánhidai egyházközségnek, hogy Spány Antal megyéspüspök ünnepi szentmise keretében megáldotta a Szent Mihály templom felújított orgonáját. A neoromán stílusú templom sajátos ékessége az orgona, amelyet 1937-ben építettek. A komoly felújításra szoruló hangszeren 2 évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok, most ismét teljes pompájában áll, és csodálatos hangzással kíséri a szent liturgiát. Nagyon szép új, hát vagy újszerű orgonát kaptunk vissza, amit nagyon sokan vártunk. Gyönyörű hangzása van, 22 regiszteres, 5 kopulája van, egy tremoló billéje. Elektronikus is lehet, úgyhogy most már kombinációkra is van lehetőségünk. Ezáltal megnyílt arra is a lehetőség, hogy nagyon szép és hangzatos orgona koncerteket lehessen adni templomunknak az orgonáján. Az ünnepi szentmisén a tatabányai Szent Margit iskola diákjainak verses műsora után Gedő Attila plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Megköszönte jó szándékú segítőkészségét mindazoknak, akik támogatták és szívükön viselték az orgona felújítását. Köszönet és hála van ma a szívemben az egyházmegye, az önkormányzat és az adományozók irányában. Külső-belső felújítás, megújulás mindig szükséges és jól jön a keresztény ember életében. Fél évet készültünk az orgona felújítására. Tönkrement, és az önkormányzat is látta, hogy ennek szükségeltetik a felújítása, és az elődöm Laci bácsi, aki szorgalmazta, hogy ezt pontra tegyék, tudjuk jól, hogy a liturgiának elengedhetetlen kelléke. Spány Antal püspök ünnepélyesen megáldotta a hangzásában és küllemében is megújult szép orgonát, hogy mindig Isten dicsőségét hirdethesse, és felajánlotta a szentmise áldozatot minden támogatóért, aki segítette a felújítást. Neked ajánljuk azt az áldásra váró orgonát, hogy hangjának kíséretével összhangban énekeljünk neked dicséretet és imát, Krisztus, ami Úr által. Amen. Beszédében a főpásztor kiemelte, hogy bár az egész szentmisével Isten dicsérjük, neki adunk hálát, az orgona, mint hagyományos hangszer, csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét. Az orgona zene nyitottá tesz Isten üzenetére, és a lelkeket nagy erővel emeli Istenhez, mondta a püspök. A templom egy megszentelt hely, egy hely, ahol egy közösség a maga életét éli, ahol a közösség tud nem csak a közösség tagjai egymással találkozni, hanem a közösség tud Istennel is találkozni. Ezek a találkozási helyek kellenek, hogy a legszebbek legyenek, hiszen valami szent dolog, valami fontos, fölemelő, megerősítő dolog történik itt. Amikor a templomoknak a megőrzéséről, az állagának a megőrzéséről, felújításáról beszélünk, akkor arról is kell beszélnünk, hogy azt is őriznünk kell, szépítenünk kell, ami a templomhoz tartozik, mindazt, ami a templom része. És a templomnak egy nagyon fontos része az orgona, amelyet most ebben a templomban felújítottak, hogy dicsérje az Istent és segítse az embert, hogy szépen énekelve, ahogy mondják, kétszeresen imádkozva tudjon a közösség Istennel találkozni. Az ünnepi szentmise végén Gedő Attila vezetésével közösen adtak hálát az egybegyűltek a felújított orgonáért, majd ezt követően a plébános meghívta a híveket a templom orgonistáinak bemutatójára, amelyen a megújult hangszer megszólaltatási lehetőségeit mutatták be az érdeklődőknek.